Sziasztok! Heti híreinket hozom, mert van pár nagyon-nagyon fontos aktuális hírecske, amit szeretnék átadni nektek, mert az elmúlt időszakban egész egyszerűen aztán tartom meg, látom a legjobb megoldásnak, hogyha ilyen rövid pici videókban elmondom nektek a fontos dolgokat, mire érdemes figyelni, mit érdemes tudni, az aktualitásokat, mindenki ki tudja magának választani. Szia Zsuzsa, drága! Szia! Már intézem a választ neked, drága. Igyekszem, fejbe van, csak jussak el odáig. Köszi a türelmet. Szóval most egy ilyen kis update-elés van, hogy mi az, ami most zajlik itt a házunk táján, és mi az, amivel te is tudod emelni magad. Ugye azért mondom el ezeket az infokat, mert ugye nagyon sokan vagyunk, nagyon sok helyről, sokféle önismereti, önfejlesztő folyamatban vagytok benne. Ugye én is több lehetőséget biztosítok számotokra az emelkedésre, és azért szeretném, hogyha mindig képben lennétek, mert egész egyszerűen, hát mint amit a Zsuzsinál is ugye tapasztalunk, de szerintem vagytok még jó páran, hogy egész egyszerűen kell még idő és türelem, hogy tudjak válaszolni minden e-mailre, üzenetre, és sokkal gyorsabban, egyszerűbben át tudom adni nektek az infokat, hogyha így egy videón keresztül. Köszönöm szépen a lájkokat, szívecskéket! Örülök, hogy itt vagytok élőben, rögtön ilyen sokan. Sziasztok! Szóval csapjunk is bele a közérdekű infokba, ami a te fejlődésedet szolgálja, a te emelkedésedet biztosítja. Ugye ezen a héten kedden készítettem nektek az önfejlesztő csoportban egy ajándék, a krízis helyzettel, az aktuális nemzetközi helyzettel kapcsolatos megoldás fókuszú videót, hogy én mit csinálok, hogy én mit tartok fontosnak, hogy milyen tippeket adok át. Ezt megtaláljátok ugye az önfejlesztő csoportban, rengetegen néztétek meg, fantasztikusak vagytok, több mint ezeren láttátok, és nagyon-nagyon örülök neki, rengeteg komment van a videó alatt. Nagyon sokan írtatok egyébként nekem privátban, hogy mennyire sokat adott. Azóta volt ugye egy női körünk csütörtökön este, ugye van egy női kör, egy közösség, akivel minden hónapban egy alkalommal egy este találkozunk online keretek között, és ugye ez egy nagyon erős megtartó közeg, ahol egymást támogatjuk. Most ezen a csütörtöki női körön ugye nagyon sokan látták már a keddi előadást, és akkor összeszedtük azokat a megoldásokat, azokat a stratégiákat, amik a drága hölgyeknek az életében működik, bevált. Nagyon-nagyon sokat töltöttünk. Ez egy nagyon-nagyon, szerintem egy ilyen, tényleg egy ilyen megtartó, stabil erőt hozó este volt. 19-én folytatjuk egyébként márciusban. Hölgyeknek nyitott, aki szeretne jönni, nyugodtan lehet csatlakozni. 19-én szombaton este lesz a következő alkalom 19 órától. Ez egy teljesen nyitott lehetőség, női kör, tehát akinek szüksége van arra, hogy töltődjön női körben, annak nyitott a lehetőség. Szóval az előadást ezt megtaláljátok a csoportban, önfejlesztés csoport, önfejlesztés Kolozsi Mariannal, konkrétan a Facebook csoport neve, de majd beteszem ide a videóhoz a linket, úgyhogy tudtok csatlakozni, hívjátok meg a barátaitokat, az ismerőseiteket, akinek kell egy kis emelkedési lehetőség. A csoportban vannak ugye nagyon jó emberek, vannak meditációk, vannak önfejlesztéssel kapcsolatos cikkek, videók, anyagok, szóval rengeteg-rengeteg kincs. Szerintem nagyon érdemes jönni, ingyenes a lehetőség, úgyhogy bátran. Csak összeértem jó pár dolgot, úgyhogy azért tekintek lefelé, hogy nehogy elfelejtsek valamit mondani. Mai nap során feltettem a YouTube csatornámra 3 új videót, érdemes megnézned. Van köztük egy meditáció is, ami segít a mostani helyzetben. Szerintem nagyon érdemes például feliratkoznod a YouTube csatornámra, mert mindig nagyon értékes anyagokat teszek föl, havi több alkalommal is, és ezek tényleg szerintem nagyon-nagyon értékes lehetőségek a fejlődésre. Tehát látjátok, aki velem van, többen is itt vagytok, akik már évek óta velem vagytok, tudjátok, hogy én folyamatosan készítek díjmentes anyagokat is, amikkel tényleg támogatom a fejlődéseteket, de aki szeretne tényleg fókuszáltan haladni, azoknak ajánlom a következő lehetőségeket. Az egyik az ugye a Théta alaptanfolyam, ami most lesz hétvégén, a 11-től 13-ig tartó hétvégén. Ez azért nagyon jó, mert ugye hosszú hétvége lesz, ugye ez egy 4 napos hétvége lesz, és ugye nem veszi el a teljes hétvégét, még utána lesz 2 pihenőnapot, szóval tudsz lenni a családdal, kirándulni, vagy amit szeretnél. Úgyhogy szerintem ez egy kiváló lehetőség egyébként, és nincs is ennél jobb, mert most nagyon-nagyon érdemes ugye az önismerettel foglalkozni, meditációt tanulni, befelé elindulni. Nagyon sokan mondják azt nagy tanítók, és én is így vallom, hogy ha
kívül ilyen helyzetek vannak, mint amit most tapasztalunk, akkor nincs más út, mint elindulni befelé. Szóval befelé indulni. Azt pedig hogy tudom? Hát vagy meditációval, vagy befelé figyeléssel, belső munkával, önismeretmélyítéssel, önfejlesztéssel. Ezekkel tudjuk a legegyszerűbben, leghatékonyabban ezt megtenni. Úgyhogy ebben fog segíteni neked a Theta Healing alaptanfolyam. Ez online formában történik. Ha szeretnél jönni, vagy kérdésed van, akkor írj nekem bátran az info@kolozsimarian.hu e-mail címre. Itt akár Messengeren is írhattok, illetve ugye beteszem a linket, ahol tudtok csatlakozni, aki érzi a hívást, rögtön azonnal tudtok csatlakozni a tanfolyamhoz. Most kedden szeretnék tartani nektek az önfejlesztő csoportban egy kérdezfeleleket, pontosan a Theta Healing világával kapcsolatban, tanfolyammal kapcsolatban, mert ilyenkor mindig szoktak lenni kérdések. Már egyébként az elmúlt napokban kaptam többet, és mai napon is írtatok rám Messengeren. Azért hétvégén igyekszem én is ugye vagy azokat a dolgokat elkészíteni, amik hétközben így elmaradtak, mint például a videófeltöltés, a YouTube-ra egyebek, vagy ugye én is a családdal vagyok, illetve, hogyha meg tanfolyamot tartok, akkor meg azzal töltöm az időt. Szóval ezt csak azért jelzem, hogy hétvégén már nem nagyon válaszolok sem e-mailekre, sem messenger üzenetekre, hanem csak hétköznap fogok. Ezt csak azért mondom mindenkinek, hogyha valaki esetleg péntek estétől kezdve ír nekem hétfő hajnalig, akkor azt csak mondom, hogy hétköznap fogok rá válaszolni, amint odaérek, úgyhogy ezúton is köszi a türelmet. Igen, és készült egyébként egy Theta Healing mini tréning, egy online mini tréning. Ez egy kis betekintést enged nektek a Theta Healing világába, az önfejlesztésbe. Van benne egy szuper előadás, van benne egy interjú velem, és vannak benne még olyan anyagok, amik tényleg a fejlődésedet támogatják. Ez is egy ajándék, egy ingyenes lehetőség. Ennek a linkjét is beteszem nektek ide a videóhoz, és aki szeretné, az nyugodtan igényelheti, és el tudsz kezdeni ezzel témával haladni és fejlődni. Közben látom, hogy írtok, nézem is, és ha valakinek esetleg van kérdése, akkor nyugodtan tegyétek föl, most még egy pár percig itt vagyunk együtt, és akkor utána én is elköszönök, és megyünk pihenni. Kellemes szép estét, kedves Marian, és minden tagnak úgy szintén. Köszönjük István, neked is! Szép estét kívánok, kedves Marian, írja Gáspár Mohácsról. Nagyon szuper, örülök neki. Gabi, szia, szia! Szívecskédből látom, hogy itt vagy. Nagyon jó, mert amikor feljön a kis arcotok, és akkor szívecske lesz belőle, ez nagyon-nagyon szép. Szóval, aki szeretne, és köszönöm, hogy küldöd, aki szeretne, bátran jöjjön akár a csoportba, hogy megnézni az előadást, ami nagyon értékes infókat tartalmaz, sokatoknak segített. YouTube csatornámat ajánlom figyelmetekbe. Bátran iratkozz föl, és akkor mindig értesítést kapsz az új infokról, az új videókról. Szerintem nagyon érdemes, már több mint 1000-en vagyunk ott is. És kedden lesz az önfejlesztő csoportban, akkor egy kérdezfelelek, és hétvégén pedig Theta tanfolyamot tartok, amire nagyon sok szeretettel várlak. Márciusban lesz több fejlődési lehetőség, elindul majd egyébként az önismereti mastermind. Ugye ez tavaly nagyon nagy sikerrel zajlott már a második turnus, második évfolyam folyamatosan megy, tehát, hogy az egész csapat úgy, ahogy volt, annyira tetszett nekik az első évad, hogy így, ahogy vagyunk, elindítottuk a másodikat is, és most elindul majd a 2022-es évfolyam is, úgyhogy nyugodtan tudtok majd jönni, hogyha szeretnétek, hamarosan hozom ezzel kapcsolatban is az infókat, illetve 18-án lesz péntek este egy 10 milliószoros nap, azt ne felejtsétek el, ez egy nagyon erős nap lesz, egy teli hold, és nagyon-nagyon sokat tudunk majd emelni az életünkön, tudunk a bőségünkön, majd, hogy is mondjam, csodákat tudunk létrehozni az életünkben, hogyha használjuk az energiákat, a lehetőségeket. És a legfontosabbat majdnem elfelejtettem mondani a gyerekek, na látjátok, ez ilyen, még jó, hogy eszembe jutott. Szóval a 2022-es energiák hanganyagot, azt végre valahára sikerült a stúdiónak elkészíteni. Volt egy kis csúszás, mert ott is volt egy kis betegség, és emiatt ugye nem voltak elérhetőek egy ideig, de most már szerencsére az ígéretek szerint holnap megkapom a dolgokat, és fogom tudni nektek küldeni. Miről szól ez az egész? Ugye én minden évben szoktam beszélni az aktuális energiákról, egyébként minden hónapban, akik jönnek a ugye, megfelelő programokra, hogyha voltál esetleg nálam már meditáción, vagy voltál esetleg tanfolyamon, vagytok jó páran, akik tudjátok,
azoknak mindig szoktam mesélni az aktuális havi, vagy ugye januárban az aktuális évi energiákról. És a tavalyi évben, most tavaly előtt már kértétek nagyon sokan, hogy csináljak már egy éves előrejelzést, idézőjelben előrejelzést, mert hogy mindig bejönnek, amikről beszélek. Ugye én ezeket a dolgokat én tanultam, meg tanulok folyamatosan én is. Tanultam asztrológiát, többfélét is, több éves kurzusokat elvégeztem. Nem tartom magam asztrológusnak, hanem egy lelkes amatőrnek, de egész jól csinálom, én azt gondolom, legalábbis a ti visszajelzésétek alapján, meg a saját megfigyelésem alapján is, eddig azért szinte tényleg minden bejött. Úgyhogy ezért elkezdtem ugye 2 éve a kéréseteknek megfelelően elkészíteni ilyen egyórás anyagokat, amik egy teljes évet ölelnek fel. Ugye tavaly készítettem el az elsőt, az volt a 2021-es energiák hanganyag. Volt olyan, aki meghallgatta évelején, évközepén, évvégén. Az élete az 180 fokos fordulatot vett, még évelején nem gondolta volna, mi lesz évközepén. Teljes váltás, és évvégén pedig teljesen más élet. És akkor az évelején meg az évközepén azt mondta, hogy ebből semmi nem igaz. Évvégén megmondta, hogy hát Mária, minden bejött, amit mondtál. Szóval hogy ez ilyen, tudjátok, hogy ki mikor nézi a dolgokat, és ő mire reflektál az életében. Na de hogy ez a lehetőség, ez most március 30-ig nyitott, aki szeretné a 2022-es energiák hanganyagot, lehetőséget van beszerezni. Egyébként most a legjobb meghallgatni, ugye most lesz a csillagászati tavasz, tehát igazából ez egy nagyon időszerű lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy mi vár ránk a következő időszakban. Most mondok akkor egy nagyon, nagyon érdekes dolgot, azt gondoltam, hogy majd máskor mondom el, de inkább most elmondom. Csütörtök pénteken írtak rám többen, hogy most olyan fura a technika. Valakinek tönkre ment a nyomtatója, valakinek az e-mailezése ment tönkre, nekem konkrétan a telefonom. Jaj, szia Ildi, hello! Akkor volt, akinek a számítógépe ment tönkre, akkor egy ismerősömnek az autója ment tönkre, szóval, hogy így most a technika az most így nagyon működik, mármint, hogy nem működik. És akkor írtak rám többen, most akkor mi van? Hát például 22-es hanganyag energiában beszélek erről, hogy most mi van, milyen csillagállások, és egyébként február közepétől március elejéig közepéig ez a technikai problémák, ez abszolút ott van, és ez egyébként még többször vissza fog jönni ebben az évben, és nagyon nem mindegy, hogy ezt mi tudjuk, azt az időszakot. Én például azért voltam nagyon nyugodt, mert mondom, hát most ez van, tehát hogy tudom, hogy most ez van oda, fönt a csillagokban, és pontosan tudom, hogy most semmit nem tudunk ezzel ellen tenni. Nekem például ma nem volt, képzétek el, több mint fél napig internetem, és nem azért, mert én tettem volna bármit, hanem egész egyszerűen a szolgáltatónál volt valami hiba, és ma több mint fél napig nem tudtam semmit csinálni, bár tudtam más csinálni, csak hogy internettel kapcsolatos dolgokat nem tudtam csinálni, mert egész egyszerűen nem volt szolgáltatásom, nem volt internetem. De hogy nem kaptam ettől frász, mert tudtam, hogy hát ez is ebbe beletartozik, de jó, ha tudjuk például ezeket a szakaszokat. Ugye idén négy ilyen idő intervallum van, egy körülbelül 3-4 hetes időszak, amikor lehetnek technikai problémák. Ilyenkor annyira, nem annyira jó, ha utazunk, ilyenkor nem annyira jó, hogyha nagyon fontos akár előadást, akár bármit csinálunk, és ilyenkor nagyon érdemes odafigyelni a telefon, mobil, autó, hármasára, mert ezek tudnak a legkönnyebben ugye sajnos hát hibát, vagy bármilyen diszfunkciós zavart megtapasztaltatni velünk. Úgyhogy ha valakit érdekel, mikor érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, akkor írjatok rám, illetve beteszem a linket, hogy hol tudjátok esetlegesen azonnal megrendelni, hogyha szeretnétek, és e-mailben érkezik a lehetőség. Ez egy körülbelül egy órás anyag, amit, hogyha meghallgatsz, akkor nagyon felkészült leszel a 2022-es évre. Pontosan fogod tudni a főenergetikát, főenergiákat, pontosan fogod tudni, mire számíts, pontosan fogod tudni, hogy melyik hónapban mi az, amire figyelned kell. Tehát például március is nagyon érdekes, mert amúgy a diplomácia energiája volt benne, vagy van benne, mindig március van. Tehát márciusban a diplomácia energiája van benne, illetve a konfliktusok benne vannak egyébként, harcok, kiállni magamért, de benne van a kreativitás is, nagyon sok jellemzője van, és nagyon érdekes, hogy
Az igazi energetika az március 5-én indul ennek az energiának, és március 4-én történt ugye az, ami az egész világot megváltoztatta. Tehát nagyon érdekes dolgok vannak egyébként, és teljesen máshogy fogod látni egyébként a dolgokat, hogyha neked erről van információd, és össze tudod tenni a dolgokat. Hát én például már tudom, hogy nyáron mi hogy fog alakulni, mikor nem szabad utazni, mikor van esély arra, hogy úgymond problémásabb legyen a történet, vagy feszültebb helyzetek legyenek, de ezekre fel lehet készülni, és hogyha fel vagyunk készülve, akkor nem lesz meglepetés, és nem lesz akkora probléma, én azt gondolom. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe az önismeretet, az önfejlesztést, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy amit meg tud tenni, amit meg tudsz tenni, azt tedd meg, mert akkor nem leszel kiszolgáltatva a környezetnek és a különböző akár aktuál politikai helyzetnek, vagy bárminek, ami az életünkben van. Ez az év, ez nagyon hektikus egyébként, kis háttérinfo, de az összes többi infót azt azok fogják akkor meghallgatni, akik kérik a 2022-es energiák hanganyagot, ama tényleg mindent meg fogtok kapni, és akik önfejlesztők vagytok, nektek egy brutál nagy segítség lesz egyébként az önmunkában, mert pontosan fogjátok tudni, hogy melyik hónapban mire érdemes dolgozni, meg úgy unblock zusammen az egész évnek, hogy mire érdemes fókuszálni, mert abban tudtok már nagyon sokat haladni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok élőben ilyen sokan, és aki majd visszanézi a videót, annak is hello, és beteszem majd a linkeket nektek hamarosan, és nagyon sok szeretettel várlak benneteket, fejlődjünk, haladjunk együtt, és tegyük jobbá nem csak a saját életünket, hanem a szűkebb és tágabb környezetünk életét is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, velem tartasz, és hamarosan hozom a hasznos infókat, még érdemes figyelni majd a bejegyzéseimet. Most márciusban sok újdonságot hozok, és érdemes lesz velem tartanod.